Hetedik alkalommal rendezték meg Bihar megye legnagyobb magyar mulatságát, a Párciumi zenész találkozót. A vendégek szórakozásáról népszerű környékbeli muzsikusok, valamint a magyarországi autentikus cigányzenét játszó Pálnográszt zenekar gondoskodott. A hosszú hétvége első napján, november 29-én közel 1500 vendég részvételével tartották meg a Párciumi zenész találkozót a Nagyváradi Trade Centerben. A jó hangulatra ez alkalommal sem lehetett panasza senkinek. A hivatalos megnyitót követően a zenészek elfoglalták a színpadot, felcsendültek a jól ismert dallamok, és elkezdődött a hajnalig tartó tánc és mulatság. Jól dolgoztunk, jók a zenészeink, jó a hangulat és jó meghívottunk van ma este, és hál' Istennek azt is mutatja, hogy a magyar ember szeret mulatni. Tehát legyünk őszinték itt a karácsony előtti ünnepek hangulatában, akkor, amikor az elkövetkezendő időszakban egy kicsit elcsendesedünk, még egy utolsó nagy mulatást itt együtt elvégzünk ma este. Szőcs Lőrinc és népi zenekara 5. alkalommal szerepeltek a meghívott előadók sorában. 2010-es megalakulásuk óta azt a célt tűzték ki maguk elé, hogy újjáélesszék és terjesszék a magyar nótát. Ugye itt híres volt a Párciumban a cigányzenem, híres cigány primások voltak, híres magyar nóták születtek, és mivel hogy nem volt utánpótlás, próbáltuk volna egy kicsit újraéleszteni, és ebből jött az ötlet, hogy szeretnénk egy kicsit újraéleszteni a magyar nótát a Párciumban. Míg a nótás kedvű, táncoslábú vendégek a nagy teremben szórakoztak, a legkisebbeket gyereksarokkal és kézműves foglalkozásokkal várták a szervezők, ezzel is gyerek és családbaráttá téve a rendezvényt. A tánc és a szórakozás mellett a Batyusbá jótékonysági jelleget is öltött. A belépők árának egy részével a jelenlevők a Szent László Római Katolikus Gimnázium tornatermének felújításához járultak hozzá.